1952-ben jött létre az Országos Színház Történeti Múzeum azzal a céllal, hogy a magyar színművészet hagyományait felkutassa és azokat tudományosan feldolgozza. Az intézet mára már nagy múzeumi közgyűjteménnyel rendelkezik, amelyben megtalálhatóak színházi plakátok, szórólapok, archívfotók, filmfelvételek, jelmezek és díszlettervek is. Ezek főleg a korai időszakra vonatkoznak. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával elindítottak egy újabb kutatást, amelynek célja, hogy a 70-es, 80-as évek magyar színjátszásának a dokumentumait megmentse és feldolgozza. Hogyha ezt az időszakot akarjuk bemutatni, akkor nagyon kevés olyan forrás van, amihez fordulni tudunk. Ez a Színházi Emlékezet Megőrzése című projekt éppen azt célozta meg, hogy a 70-es, 80-as évek magyar színház történetét helyezze fókuszba, mégpedig úgy, hogy ez egy nagyon nagy vállalkozás, tehát próbáltunk ebben a mintaévben, mert ezt mi a projekt első évének tekintjük, reményeink szerint lesz folytatás. Tehát, hogy a mintaévben olyan színházakat választottunk ki, amelyek pont a 70-es, 80-as évek színház történetében, színjátszásában valami különlegeset produkáltak. Ezek alapján választották ki az Alaegerszegi, a Nyíregyházi, valamint a Budapesti Márka Színházat. Ez utóbbi megszűnt, ezért a kutatásba való bevonás célja az volt, hogy a még fellelhető dokumentumokat megmentsék. Minden talált anyagot digitalizáltak, amelyek a kutatók számára később is hasznos információként szolgálhatnak. A kutatás egyik alappillére a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltárban található dokumentumok voltak. Mi voltunk az egyik forráshelye ennek a kutatásnak, hiszen Nyíregyháza városnak igen szép iratanyagát őrizzük, és ebben az iratanyagban sok adalék van a színházra vonatkozóan. Ezt már dr. Margócsi József korábban tanulmányokban, szöveggyűjteményben, forráskiadásban megmutatta, de most a budapesti kollégák feldolgozták a színház történetét ezek alapján, a források alapján. Emellett várostörténeti és régi polgármesteri iratok is segítették a tanulmányok létrejöttét. Én is nagyon fontosnak tartom a múltbeli adatok elemzését, újragondolását, és minden olyan ötletet, ami a korábbi években működött, ezt próbálok én is újra hasznosítani. Ugye én közgazdász végzettségű vagyok, tehát nekem szakmámból adódóan is különböző statisztikai dolgok elemzése az természetesen fontos, és ahogy én összeállítom az évad műsorát, abban mindenképpen nagy szerepe van annak, hogy megvizsgáljam korábbi előadásoknak a sikerességét, más színházak bemutatóit, azok reakcióját a közönség irányába. Tehát a múltat folyamatosan nekem is elemezni és újra gondolni kell, hogy az nálunk épp hogy működne, és azt hiszem, hogy ez talán az elmúlt két évben egész jól sikerült is. A projekt egy évig tart, azonban a szakemberek fontosnak tartják az eddig elért eredményeket is, ezért mindenképpen folytatni kívánják majd a színház történet kutatását.